Az Insta 360 Go-ról szeretnék mondani egy-két dolgot. Mit kell tudni róla? Így néz ki a dokkolóval együtt. Van egy ilyen kis burok rajta, levesszük, és ekkora maga a kamera. Hátul az érzékelője van, ahol töltődik, illetve a gomb, elől csak a lencse, SD kártyát nem kell beletenni, akkumulátor beépített, és egy mágnessel szippantja magába a dokkoló. Van rajta egy iPhone Lightning csatlakozó, Androidra pedig egy kis kábellel lehet rátenni. Tehát itt van a kis kábel, egyik fele Type-C, másik micro USB. Micro USB bemegy a dokkolóba, másik fele bemegy a telefonba. Szóval, hogy is működik ez a dolog? Itt van a dokkolója. Ebbe belerakom a kamerát. Ugye így néz ki. Belepattam mágnesesen. Visszarakom a védőjét. Micro USB, az jön bele ide. Jó. Type-C megy a telefonomba. Beállítottam az appot, hogyha rádugom, akkor induljon el egyből. Jó. Ezek után be tudok jönni ide az albumba. És akkor itt külön látom a... Nem tudom, hogy látszik-e. Kamera. Itt vannak a kamerán lévő fájlok. És mellette itt a lokális, amiket már behúztam az appba. Bemegyek a kamerába, kijelölöm, hogy melyiket szeretném, és download. És akkor itt mutatja is. Most nagyon gyorsan leszedik kábelen keresztül, mert egy rövid videót csináltam, és itt akkor a lokálban már itt van. Ilyenkor már le lehet húzni a kamerát, ez ennyi volt. Letöltöttem a fájlt. Nyilván egy hosszabb repülős videónál ez azért lassabb, de azért vezeték nélküli átvitelhez képest jó ez a vezetékes. Itt van a felvételünk, meg is tudom nézni. És akkor itt már eleve lehet szerkeszteni. Tehát eleve itt a timeline-unk. Lehet állítani, hogy mivel az Insta 360 az nem egy hagyományos képarányt rögzít, hanem ilyen négyzetes. Ezért lehet állítani, hogy 16:9-be fekvő vagy álló legyen, illetve egy arányú képet is lehet vele csinálni. Tehát például Insta Story-ba tök jó, hogy állított, de egyébként meg hogyha fekvőbe kiexportálod, akkor utána be tudod rakni egy videóvágóba, és tudsz egy rendes videót vágni belőle. Szóval elég gyorsan össze lehet itt pakolni, le lehet vágni az elejét, végét, ami nem kell, és akkor itt fönt rányomunk, hogy export, és akkor már be is kerül a telefon memóriájába. Amikor a kameráról áttörtjük az Insta 360 abba, akkor még nem jelenik meg a videó a telefonunkon. Amikor kiexportáljuk, akkor jelenik meg. A végső export az 1080p 25 fps. Vágni például úgy lehet, hogy rányomok ide. Hoppá. Na. Igen. Rányomok, hogy vágás. És akkor itt be tudom állítani, hogy honnantól induljon a felvétel, hogyha pedig ide a végére kattintok, akkor be tudom állítani, hogy hol legyen a vége. Pipa, kész, meg van vágva. Exportálás pedig dur, és akkor megy az export. Kész, és akkor bemegyek a fotóalbumomba, és már meg is jelent itt a vágott verzió.
körülbelül ennyi. Ennek még vannak azért mélységei, mert hogyha itt bemegyek az appba, akkor itt van egy olyan, hogy story, és akkor itt meg tudom csinálni a saját storymat, ami gyakorlatilag a videóvágás, hogy össze tudod rakni a klippeket átmenetekkel, és tudsz alá freezenéket rakni. Így ennyi ez az app, az látszik, hogy gyorsan működik, és ezt az egész workflow-t így nagyon meggyorsítja, főleg Whoop-oknál. Ideig eleve az, hogy csak DVR volt, most már lehet HD-zni, és mobilra átrakom, akár onnan mobilról szerkesztve is mehet föl egyből, akár milyen platformra. Ez iszonyat nagy dolog szerintem. És az, hogy ez a kamera 20 gram, sincsen. Gyakorlatilag elbírja a Whoop-om is, ami jelenleg egy ilyen sufni tuningos monttal működik. Ami szintén mágneses. Tehát ez a másik, hogy nem úgy, mint a GoPro-nál, hogy mindent vegyél meg külön hozzá, hanem adják hozzá ezeket a dolgokat. Szerintem nagyon sikeres lesz ez a kamera ilyen mikro FPV-s világban. Adnak hozzá ilyen ragasztós montot, ez így szorul, úgy tudod állítani. Akkor van egy ilyen klipmont. Mindegyikben mágnesesen rögzül a kamera. Van ez, amit mutattam, ez szintén mágneses, fel tudod ragasztani valahova. Meg van ez a nyakláncszerű. Biztos láttátok már. Póló alá föl lehet venni nyakba, és akkor rajtad van a kamera. Nyilván nem olyan masszív, mint egy GoPro, meg hát nem is lehet ezt összehasonlítani vele. Teljesen más kategória. A képminősége sem olyan, mint egy GoPro-nak, de hát ne is várjunk egy ilyen kamerától olyat. Viszont mikro FPV-hez tökély. Főleg így, hogy 5 percre be tudod állítani a felvétel hosszúságát. Majd lehet, hogy csinálok még róla mélyebb videókat, hogy miket lehet vele készíteni. Egyelőre ennyi.